Éppen, hogy ide értem. Jól vagytok? Jól? Jó, de szépek vagytok. Így. Remélem, az értitek is a poénokat. Ugye milyen kis genyó vagyok így, megérkezem egyből is. Jaj. Na, voltunk múltkor Tirolban. Igen, csak elfejtettem, hogy Tirolban voltunk. Tehát így jót néznek meg minden. És megyünk fel egy kilátóba, egy négytagú kínai családdal együtt, és így félrelögtek. És oda szólok páromnak, hogy nézd már ezeket a parasztokat. Erre a kínai faszi megfordul, hát gondolom, hogy ő volt a faszi. De nem lehet tudni, nem? Tehát, hogy ezek ilyen, hogy ki a nő, ki a férfi, fogalmam sincs róla, meg az sem, hogy melyik volt a gyerek, vagy az apja. És így rám néz a fickó, azt mondja, ti is magyarok vagytok? Anyád, ha te az vagy, én nem, az biztos. És akkor azt mondja a párom, hogy milyen hülye vagyok. Mondom, miért vagyok hülye? Veszekszik velem. Mondom, miért vagyok hülye? Hát honnan tudjam a négy kínairól Tirolban, hogy magyarok? Hát azért sejthetted volna. Mondom, ja. De nem, a nőknek így fixen van egy ilyen... Mint a moziban, amikor ott ülnek előttem a moziban egy pár, és akkor a lány... Mi lett vele, meghalt? A fiú meg végig csak ennyit mondott, csak többfajta hangsúllyal. Most vagyok én is itt először. A moziban. És bármit mondott, ez volt rá a válasz. Én amúgy valamikor direkt idegesítem páromat. Tehát volt olyan, múltkor WC-ből jövök be, mondom neki, hogy képzeld el, az arcfelismerős telefonod ott van a WC mellett. Azt mondja, ott hagytam, mondom, aha, de mondom, nem ez a furcsa, hanem képzeld el, letoltam a gatyámat, és kinyílt. És azt mondta, hogy be fogjuk perelni az Apple-t, mert hogy ezzel valami baj van, ő neki nem hasonlít az arca az én seggemhez egyáltalán. Mondom, csücsöríts, hadd nézzek rá. Múltkor meg mondom neki, hogy megyek egy olyan fellépés, ahol 150 nő lesz a nézőtéren. Azt mondja, hogy fogod ezt megoldani? Hát nagyon egyszerű. Nagyon lassan fogok beszélni, és mindent kétszer mondok el. Azt mondja, ez nem vicces. Mondom, mind nagyon lassan fogok beszélni, és mindent kétszer mondok el. És van olyan, megyünk fellépésre, és összeveszünk előtte, ő is jön velem. Ő a menedzserem amúgy, úgy mindig el is veszi a pénzt, ahogy vége van a fellépésnek. És ne tapsoljál, ne tapsoljál, jó? Kurvára ne tapsoljál. És akkor... És tudod, mit csinál? Haragszik rám, és hogy a legjobban meg tud bántani, bekiabálja a poénokat, bazd meg. És múltkor így mesélem ezt a sztorit, voltunk Tirolban, jön egy négytagú kínai család, hátsó sorból egy női hangpárom. A kínaiak tudnak magyarul, csak szólok! És itt el is van baszva a poén, tehát, hogy nem tudsz vele mit kezdeni. Na, hát, de egyébként lehet tudni, ha egy nő sír, kiabál, káromkodik, vagy leköp. Tudom, miről beszélek, volt nyíregyházi csajom. És... direkt nem mondtam Szabolcsit, mert Máté Szakai a mostani csajom, és azt hiszi, hogy ő az. És ilyenkor egy férfi tudja, hogy győzött. Ugye? Urakra nézek, és még bólogatni sem mertek. Ilyenkor tudod, mit kell csinálni, mosolyogsz, és a fejedben elindítod a We are the sham! És ezt végig énekled, és egyszerűen a győzelem az nagyon, nagyon fontos. Voltunk kint Törökországban, én még 8 éves voltam, és anyukám akkor volt 40, és egy hosszú szőkehajú gyönyörű nő, és Törökországban mentünk a bazárban. És hát én kis 8 éves voltam, kis naív gyerek, törökök ott kérdezgettek, honnan jöttünk, mondtam, hogy magyarok vagyunk, és kiderítették, hogy anyámat úgy hívják, hogy Marika. Hát az a kiderítették azt, hogy én megmondtam. És képzeljétek el, 17 másodperc múlva a teljes bazár tudta anyám nevét. Már minden terméket így ajánlottak neki. Marika, vegyél bugyit! Marika, itt van bugyi! Kettőt fizet, hármat vied! Marika, itt van, vigyed! Arany! Marika, arany! Vegyél arany, Marika! 2 nap múlva a teljes tengerpart tudta már.
Tehát egész Törökországban elterjedt, mert így hozták, narancsjúz, Marika, tessék, narancsjúz, igen, narancsjúz. És akkor jöttünk ki autóval a bolgár-török határon, a határőr így benéz, jaj, Marika, a bugyira vigyázzon, ki ne mossa, nagyon fontos. Manapság már azért párommal járok külföldön. A nők nagyon szeretnek vásárolni, ugye? Ezeket a kinti bovli szarokat. Amikor így hozza az árus a 300 darab napszemüveget egy ilyen papírkartonon, egy férfi tudja ilyenkor mi a teendő. Elfordítod a fejed, és mondod minden nyelven, no, nine, nyet, nem, no, no, nem kérem, no, no, menj innen, no, go, 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 no, no, no. És mondom páromnak, ha tényleg nem akarsz venni, akkor ezt csináld. És ezzel szemben egy nő ilyenkor mit csinál? Párom, legalábbis ezt szokta, hozzák ezt a nagy tábla szemüveget. No, no, no. No, 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 abból kettő no, abból kettő no, és... Volt egyszer, egy havarommal voltam diszkóban, és hát, hát hogy mondjam, kétfajta betegsége is volt, egyik meg be is rugott, úgyhogy egyszerre ment a hasa és hányt. És így lényegében forgolódott a vécén, csak egy idő után ütemet vesztett. Kidobtak minket a szórakozó helyről, és mondja nekem az ajtóban, hogy neki még mindig baj van, megy a hasa. Nem tudom, jó, hát mit csináljunk? És erre leül egy padra, azt mondja, egy pillanat. Na, mit csinálsz? Agykontrollal megoldom. Agykontrollal a hasmené. Aha. Betáplálom, hogy 16 lépés a villamos megálló. Három megálló, elmegyek a házi 210 méter, harmadik emelet. Jó, nem jó a lift, gyalog. Kinyitom az ajtót, balra 8 méter a budi. És elindult. És másnap kérdezem tőle, hogy mondom, sikerült? Azt mondja, hát... Majdnem. Hát mondom, mi történt? Hát befostam az ajtóba. Hát mondom, mi történt? Azt mondja, hát nem számoltam bele, hogy csajom kijön, azt megkérdezi, hogy hol a faszomban voltam. És a vécéig már nem jutottam be. Ez így Budapesten született, és itt is él születése óta. Nagyon jó, akkor ti hozzászoktatok a jobbkezes utcákhoz, ugye? És a jobbkezes utcán, Debrecenben nincs is, egy darab van. Oda jártak a tanulóvezetőket, ott tanították meg, hogy van jobbkezes utca, meg egyébként minden nap van ott egy karambol. Ott van egyébként, tényleg ott van a sarkon a debreceni fényezők és autószerelők szövetsége. Röviden DEFASZ, és az oda van rakva. Nem tudom, hogy lehet ilyen nevet adni egy szervezetnek. És megyek itt jobbkezes utcába, így bemegyek, és abban a pillanatban minden oldalról megjelent egy-egy autó. Ki tudja ilyenkor, mi van a kressz szerint? Megegyezés alapján megyünk tovább. Hát mondom, én ha meg akarok egyezni, akkor meg akarom ismerni ám a többieket. Tehát azért nem. Hát nem szállok ki, mondom, megnézem, melyikbe kiül. Az egyikbe ül egy csaj, valószínűleg bolond volt, mert a napfénytetőn kidugta a fejét, és onnan nézte, hogy vajon... Ő jön, vagy nem? Mondom, az meg ez hülye. Szemben látom, egy Suzuki-ba ül egy nyúlszíja sapkába egy nő, júniusban vagyunk. Az, a műszerfalon egy ilyen csipketerítő, rajta egy hattyú nép, aminek még így izélt is a feje. A nő meg nyalogatta a szája szét, amivel nem tudtam, hogy megkívánt, vagy indexel. Tehát, hogy így... Balra oda nézek, ott ül egy nő, de olyan kövér volt, középen ült a kocsiban. De komolyan. És akkor látom meg, hogy ez tanulóvezető, és mellette, meg ide van nyomva az üveghez, az oktató, aki így mutogatni se tud, a csaj egy 2 kilós kenyeret majszolt az egyik kezébe, a másikban még egy kresszkönyvet olvasott. Mondom, én hátratolattam, mondom, én leparkolok, oldják meg maguknak, és megjött egy nagy vállalkozó, megérkezett a terepjáróval, na mondom, ez most megoldja, és így is körbenéz, és leparkolt mögém. Nem tudta megoldani a problémát. Milyen jó az, amikor milyen a magyar ember, ugye? Minket a tiltótáblák úgy annyira nem izgatnak. Ugye? Mi egy magyarnak a tiltótábla? Hát vagy semmi, vagy ez a ajánlott, vagy hogy micsoda, nem merem meg. Nézd meg, behajtani tilos táblánál jön egy magyar autóval. Olyan, mint a agyvérzése lenne, de igazából azon gondolkodik, mit fogok hazudni? Mit fogok hazudni? Fűrelérti tilos, senki nem tartja be. Jó, egyedül Stóbuci, de ezen kívül senki.
senki nem tartja. Vidéken voltam, és olyan tiltótáblát láttam, fekete autót, piros autó előz. Ez az előzni tilos tábla. Nézem itt a meglepett arcú nézőknek. És alatta volt az önkormányzat által kirakott kisegítő tábla, hogy nem csak ilyen színű autókra vonatkozik. Tehát ezt ki kellett írni. Hát mondom, rohadt jó. Jaj, múltkor hogy jártam? Férfi mit csinál otthon? Áll a szobában, alsógatyában, nézelődik, mintha a saját birtokát nézni, ugye? Pocakot kicsit kinyomjuk. Mert külföldön egyébként az emberek eltakarják a hasukat pólóval vagy ingel, Magyarországon nyáron így felhajtják. Ez ebben munka van, de ez így elő lehet készítve, meg lehet csinálva, itt gömbölyödik, nézed, milyen jó csinál rajta, fény minden, köldököm is megvan. És ott állunk atyában a szobában, mi egyébként azt hiszük, hogy a nőknek ez szexi, de egyébként ők eljátszák, mert a nők sok mindent el tudnak játszani, ugye? És így néznek, hogy... Mint a kétnapos alsógatyában. Mindegy, nem volt otthon csajom, csak magamban próbálgattam ezt a szexizést, és én kaptam nemrég egy ilyen derékszíjat, ilyen racsnis. Kinek volt már racsnis derékszíja? Hát ez nagyon. Hát a racsnis az olyan, hogy így összenyomod, így megtart, majd egy kicsit összenyomod és kinyílik. Nem mondom, felpróbálom, már nincs itt párom, de mondom, nem ide teszem, nem fogom látni a hasamtól. Felteszem ide a mellkasom alá, és így felrakom magamra, jól mondom, amúgy úgy faszom, hogy már úgy nézek ki, mint egy jó ember. Na mondom, mindegy, akkor leveszem. A kurva anyád. Mondom, ezt hogy a faszomban nyílik? Mondom, itt már egy lehetőség maradt. Mondom, nagy levegő, összenyomom, kinyílik, és ebben már nagyon bíztam. Van meg, ez úgy marad, mert egy deci levegővel dolgoztam innentől kezdve. Másodpercenként 8-szor vettem levegőt. Mondom, mit fogok megtudni? A szoba közepén egy alsógatyában ezzel a szarral magamon. Biztos azt hiszik, hogy meg akartam magam ölni, tehát hogy nem felakasztotta magát, így a hasnál. Megadta a módját, és mondom, felhívom páromat, mondom. Szia! Gyere haza! Nem, mi a baj? Nem lényeg, gyere haza! Mondd már el, mi történt! Figyelj, gyere haza! És mondja, hogy jó van, jön. Mondom, megnézem magam a tükörbe, hogy hogy nézek ki, mert mondom, még az nemrég, hogy megdöglök, csajom is elhagy. És megyek a tükörhöz, bazen nem is látszott a szíj. Úgy bevágott így a bőröm alá. Vagy 5 centi mélyen volt. És úgy felnyomta itt ezt a hasrészt, hogy lett még egy sor csöcsöm. De tényleg így. Baszd meg, nem én rajzolok rá képült, hogy ezt megmondom, hogy mindig is 4 csöcsöm volt, csak nem látszott. Ott vagyok, majd megdöglök, bevág ez a szar, mondom, erre valami ruhát felveszek. Felvettem pólót, nadrágot. Párom hazajön, azt mondja, mi van? Mondom, semmi. Rám szorult az öv. Nincs is rajta öv. Nem ott van. Itt van a második sor csöcsöm alatt. Nagyon mélyen a bőröm. Nincs is rajta öv. Ú, bazd meg, azt mondja. Akkor ezt le kell vágni. Hogyan mér? Hogy akarod? Elvágod. Azt aládugja a kést. Jó, bevajazta a kést, aládugta. Azt mondja, mit szól? Alatta maradt a kés. Jó, jó, 32 kés, már itt van a lapockámnál, itt elől megdöglök, 2 sor csöccsel állok. És még próbálkozott, 3 kés volt bennem, meg egy olló. Mikor azt mondja, ezt valószínűleg el kell menni valahova. Menjünk, de hova? Boltba vigyük vissza. Ezért mi lesz, ha bemész a boltba, elnézést, ezt az övet szeretnék kicserélni, hogyha lehet, csak vegye le, nekem az is elég. Azt mondja, nem, hát szerintek, hát mondom, akkor kórház vagy tűzoltó? Vagy bőrdíszműves? Mert ez ami... Azt mondja, kórház. És lemegyünk a kocsihoz, azt mondja, nem, szerintem te vezet. Nem tudok leülni, beleszúródik a testembe a kés. Befeküdtem a hátsó ülésre, és a kórházba a portás így benéz a hátsó ülésre, azt mondja, mi baj van a férjének?
Szóval semmi, három kés van benne, meg egy olló. Én tettem bele. Azt mondja, hát menjenek. Bemegyek az orvoshoz, így. Jó napot, doktor úr. Meg fogok tökleni. Mi baja van, mutassa, és így felhúzom a pólót. Önnek négy csöcse. Nem, van rajtam egy öv, csak kurva mélyen a bőröm alatt. Nézze meg! És mit vigyettúbb, az meg megfordulok a hátamon három késsel, meg egy oldóval. Azt mondja az orvos, hogy nagyon jó. Altatásba fogják csinálni, vagy nélküle? Azt mondja, hát szerintem nem kell altatás, és megnyomott két gombot, és pájj, leesett fel. Nagyon szépen köszönöm nektek a figyelmet. Fantasztikusan köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen.